136 milliárd forint az, amivel önök megvágták a devizahiteleseket. Nem utogassanak a kúriára, mert a kúria szava egyértelmű volt, kizárólag a forintosítási törvényig kötelező a jegybanki devizaközépárfolyamot alkalmazni. Magyarországon megmentették a devizahiteleseket. Szemben szinte az összes Európai Uniós országgal. Javaslom, használjon egy korrekt mércét, és nézze meg, hogy mi történt máshol a világban, és mi történt Magyarországon, és akkor tud egy higgadt véleményt kialakítani. Tehát nagy siker, a jegybank bátor lépése nélkül ma nem beszélgethetnénk arról, hogy az országot és a magyar családokat kimentettük a deviza hitelek csapdájából. Miniszterelnök úr, devizahiteles ügyben egyszerűen nem mond igazat ez a helyzet. A devizahiteleseket önök becsapták akkor, amikor elutasították azt az ellenzéki követelést, hogy a felvételkori árfolyamon hozzák őket korrekt helyzetbe. Erről van szó, csúsztat. Az Alkotmánybíróság nem zárta ezt ki, nem igaz. A kúria ítélet egyszerűen nem erre vonatkozik. Önök, mármint a jegybank 136 milliárdot kasszált, és a bankok pedig további majdnem 800 milliárdot kasszáltak azon, hogy becsapták a devizahiteleseket. Úgyhogy a bankok Magyarországon, a mi kormányzatunk időszakában, ami nem kasszáltak ezen az országon, hanem mindent ki kellett fizetniük, amit a becsület és a bírói ítéletek megköveteltek.